Teljesítette az Ironman 70.3 Budapest féltávú triatlon versenyt, zenekarban dobol és mellett az eltén tanul a következő vendégem. Mindez önmagában is igen nagy teljesítmény, ám egy rákbetegségből kigyógyulva, már már emberfelettinek mondható. Szia Dániellel beszélgetünk ma reggel, jó reggelt kívánok, szervusz! Reggelt, kívánok. Sőt, hát ráadásul ez egy, ez egy mondhatjuk talán egy, egy visszatérő betegség volt, vagy mondjuk nem biztos, hogy annak az gyerekkori betegségednek a folyamánya, lehet, hogy különböző, lehet, hogy egy másik, de egy biztos, hogy nem indult könnyen, ugye már a te pici gyerekkorod, négy éves korod körül derült ki, ugye, hogy valami komoly baj van. Igen, először négy éves voltam, amikor diagnosztizáltak nálam a rákot. Uh, azért rossz daganat volt, és a uh, vesémmel együtt kellett eltávolítani. Uh, majd az egyik veséd akkor gyakorlatilag mondhatni, hogy bánta, ugye? Először. igen, tehát egy, egy vesével élek, hát, egy élek igen. Élesz. igen. <gül> <gül> és uh, hát ebből kigyógyulva egy év után körülbelül később három, három, évvel ezelőtt diagnosztizáltak nálam újra rákot. utána azt lehet mondani, hogy, hogy végül is azért egy pici gyerek voltál, gondolom, hogy viszonylag kevéssé emlékszel ennek az egész betegségnek a lefolyására, vagy azért megvan? megvan, megvan vannak, a vannak, vannak rossz emlékek persze, uh -huh. de, de, nem olyan jelentős, igen. Tehát azt gondolom, hogy ez még ilyen szerencsés helyzet volt, hogy úgymond kicsi voltam. Uh -huh. A műtétet követően egyébként egyéb utókezeléseket is kaptál? Igen, kemoterápiás kezelést kaptam utána, igen. Mikor, mikor rá emlékszel úgy először, hogy ilyen mondjuk gondtalanul folytathattad a gyerekkorodat, a hány éves korod körül? Hát az első emlékeim az én hat éves korom óta voltak, tehát az iskola. Iskola kezdés. volt, igen. És akkor mondhatni, hogy akkor végül az iskolai éveket, hát ugyan egyves évvel, és nyilván egy ilyen nagyon komoly betegséggel a hátad mögött, de, de ugyanolyan intenzitással élheted, mint a többi gyerek? Hát először nem nagyon engedtek sportolni, tehát uh -huh. az ilyen nagyon fizikai sportokat inkább kerültem, főleg az úszást akartam nagyon csinálni, uh -huh. de azt csak idővel kezdhettem el. Én 14 éves koromban kezdtem el újra úszni, uh -huh. előtte egyébként teniszeztem. Uh -huh. Hát jó, persze ez is egy, nem egy könnyű sport, hát meg egyáltalán... fizikailag megterhelő, de, de a vizet azt kerülnöm kellett a orvosok szerint, tehát a klóros vizet. Világos, világos, de egy ilyen alkalmazkodni kellett, akkor azért a, a mondjuk a maradványaihoz ennek a betegségnek. A teniszpálya, hogy érezted magad egyébként? Jól éreztem magam, tehát nagyon megszerettem a sportot, de hát idővel azt is abba hogy történt, tehát 7 év kellett hozzá és kicsit úgymond mondtam a sportot, igen. De tulajdonképpen azért azt lehet mondani, hogy akkor azért feltöltöttél annyira, hogy egy alapvető sportos életmódú féltem belőled? Igen, valamennyi állóképességet biztos, hogy megadott nekem. Tehát, hogy egy ilyen elő futára volt a sportoknak, igen. Gyakorlatilag keltek-múltak az évek, azt lehet mondani, hogy visszaálltál egy normál, egészséges, hétköznapi tinédzser életére, és aztán hány évvel-teltével derült ki, hogy megint van valami baj? Hát 18-19 éves voltam, tehát több mint 10 év után derült ki újra, hogy, hogy rákos lettem. Mi, mik voltak a tünetek, vagy ez hogy? Nem meg... volt tünet. tehát? világ. Abszolút időbe vették észre, tehát nem úgy, mint az előző rákos, mert az, az már nagyon a vége fele lett diagnosztizálva. Mm. És igazából jártam vizsgálatokra, tehát ilyen féléves kontrollokra, és ott derült ki egy útra során, hogy hogy rossz indulatú van a pajzsmirigyen. Uh, de szerencsére időbe vették észre, a műtétet is tehát mindent időbe le tudtak szervezni, és hát gyakorlatilag ez csak egy műtétből állt, en ennyit kellett uh, úgymond elszenvednem. Csak. <laughs> de, de, de az előzőhöz képest tényleg nem volt olyan uh, vészes a helyzet. Igen, de azért, azért azt, azt a hogy mondjam, lelki szituációt úgy egyáltalán az embernek végig gondolni, magára húznia, hogy, hogy tulajdonképpen magad mögött tudsz tíz éve egy borzasztó betegséget, és akkor is, hogyha gyerekkorodban volt, ez nyilván azért ott élt a hétköznapjaidban. Állandóan figyelmeztettek az orvosok, hogy mit nem lehet úgy, nem lehet annyit, kerüld a vizet, és a többi, és a többi. Tehát nyilván volt az emberben egy, hogy úgy mondjam, állandó készenlét arra, hogy mi van. És amikor ez a diagnózis megszületett, ez, ez hogy érintett téged? Hát kicsit rosszul érintett, őszintén, de de szerencsére azért tartottam magamban a lelket, és hát mondjuk akkor volt az érettségim, tehát azért volt egy szerencsétlen helyzet, mert pont a szóbeli és az között volt, de így is sikerült megcsinálnom az érettségit, lehet, hogy jobban is tudtam volna teljesíteni, több tehát pontot is össze tudtam volna gyűjteni agy uh -huh. lehet. Nem, nem, tulajdonképpen éppen, talán lehet, hogy picit a fiába, de el te is terelt erről a dologról valamelyest, a koncentráció az érettségére, nem? Hát igen. Elképzelhető. Na, no, és akkor hogy itt a triatlon képbe? Tehát azok után, hogy ugye olyan sokáig tiltottak a víz közegétől, és túl jutottál, tulajdonképpen mondhatni a gyerek egy második fázisán, uh -huh. most már akkor ezek szerint pajzsmirig nélkül. Hogy bukkant az életedbe a triatlon? Uh, igazából a triatlon már a második betegségem előtt is megismerkedtem. Uh -huh. uh, volt egy videó, amit megnéztem az interneten, és annyira teszett nekem, hogy azt gondoltam, hogy akkor én most elkezdek triatlanozni. Mi és volt benne vonzó számodra? Mi volt benne vonzó? Hát az volt a vonzó, hogy pont ez a három sportág így váltakozott, tehát hogy nem, nem vált úgymond unalmas ez egész, tehát uh -huh. az úszásból átmegyünk kerékpározásra és a kerékpárról futásra, és, és hát ugye mind a három sport, tehát nem volt azért annyira idegen tőlem, főleg az úszás. Uh -huh. A kerékpár az, az úgy, ahogy tehát mondjuk rendszeresen jártunk régebben túrákra a szüleimmel, néha a hobbi kerékpároztam, a futást is idővel elkezdtem, ugye? És hát uh, tavaly jött az ötlet, hogy akkor én most belevágok a Triatlonba rendesen, és uh, hát Egyesülethez csatlakoztam, és egy 8 hónapos felkészülés után uh, csináltam meg a Budapesti Áron, ment a féltávot. De ez kegyetlenül nagy fejlődés, azért ha azt gondolom, hogy az embernek nincs ilyen előélete, mint amilyen neked volt, akkor is uh, ilyen rövid idő alatt azért erre a távra fölkészülni, ez, ez egészen, egyrészt egész embert kíván, másrészt hihetetlen edzésmunkát feltételez. Fel lehet készülni rá egyébként, tehát szerintem a 80 nap is elegendő, nekem tényleg csak az idővel kellett használni, tehát ez én saját magam csatája volt, mert mm. én tényleg jó időt akartam menni, mert úgy éreztem, hogy uh, sok időt tudok ráfordítani. Tehát heti 10-15 órát is volt, hogy edzettem egy héten. Az igen. És kellett hozzá az a fajta, hogy mondjam, szakmai szám, ami azért ezt a, alapvetően a három, ugye a, a hétköznapi ember mozgás kultúrájától nem távol eső sportágat, de hát nyilván nem, nem csak hobbi szinten, hanem mm. kifejezetten teljesítményorientált szinten, azért segített neked helyre tenni? Tehát fontos volt az, hogy szakemberek emberek szakszemek követték az edzés munkádat? Persze, és nagyon sokat segített, igen, tehát én először egyesülethez csatlakoztam, és Kuttor Csaba, ő az edzőm jelenleg is, uh -huh. ő egy olimpikon egyébként, igen. <laughs> és hát persze nagyon sokat segített szakmailag is, és főleg a csapattársak, tehát szerintem az, azt gondolom, hogy azért jó, hogy egyesületben edzeni, mert van húzóerő, aki ez úgymond fel tudunk nőni, a akár később is. Hát nyilván az a fajta közösségi élmény, tehát Persze. együtt teljesíteni, együtt szenvedni, együtt átrágni magad a, a nehezebb fejezeteken, gondolom, hogy egy picit, picit könnyebbé teszi a nehézségeket, az elviselhetetlenségét. érezted -e bárhol is, vagy egyáltalán az edzés munkádban, vagy a rád figyelőknek a, a, a mondjuk tanácsaiban, hogy végül is egyvesével, pajzsmirid nélkül megkivágni egy ilyen távnak, hogy ez mekkora handicap? Nem igazán, mármint... Te, te, nem, is, nem is tudom, te én... nem ismersz más szituációt, te ebben bele, Igen, nekem tudod, ez a normális is, úgymond, de, lenne de én ezzel nem is szoktam úgymond, tehát nem, nem nagyon informálom erre az embereket. Én úgy gondolom, hogy ha valaki rákérdez, ugye, mert valamilyen szinten azért látszik, tehát vannak vágások rajtam, uh -huh. rákérdez, akkor elmesélem persze, hogy mi történt velem, de egyébként nem szoktam ezzel úgymond se nagy képvisködni, inkább nem mondom az embereknek általában. Tehát, tehát alapvetően szereted, hogyha a teljesítményed alapján ítélnek meg, nem, László. nem úgy mond a helyzetet igen, alapján, igen, igen, el, hogy honnan igen. jössz. De nyilván azért az edzős munkában ezt, aki veled foglalkozik, annak tudnia kellett. Nyilván tudta Az is. Ezért nem tudnia kellett, kellett igen. Hát azért ezért a felkészítésedet egy picit másképp? Tehát nem, éveszted, nem, nem, Ugyanazt, ugyanazt csináltam, mint a többiek. Tehát, hogy de igazából de semmi speciális kíváságom nem volt. Ilyetetlen. Hát nagyon nagy fejezetem vagy túl. Sikerült azt az időt megfutnod, illetve teljesítened, amit igazából szerettél volna? Igen, úgy volt, hogy 5 óra alatt szerettem volna megcsinálni, uh -huh. és hát végül 4 óra 58 percet pontosan, szóval pont benne lettem az időkeretben. Komoly, ez nagy De valamivel azért jobbat akartam volna, uh -huh. ez az én maximalizmusomból adódik, adódik, úgymond. De hát jövőre is szeretnék ilyen feltábokat csinálni, és az azért is megbeszéltem, hogy akkor most nem engeded el a triatlon, tehát akkor most persze, ez, ez marad. Folytatom a hét. persze, uh -huh, természetesen uh -huh, megszerettem annyira, hogy. És, és lesznek addig esetleg olyan versenyek, tehát most gondolom, hogy azért ez egy óriási nagy pipa az életedben, uh -huh. egy nagyon-nagyon fontos kapaszkodó, hogy ez sikerült. A, a következőig lesznek egyéb állomások, vagy most azt tűzted ki célul, hogy ott egy jobb eredmény? Persze lesznek. Nem tudom, hogy jövőre indulok-e ezen a versenyen, majd meglátjuk de hasonló távokat szeretnék menni, és szeretnék rövidebb távokba is úgymond teljesíteni. Abba úgy érzed, hogy esetleg akár kár magadhoz képest is kiemelkedő alkothatsz? Hát meglátjuk, <laughs> nem tudom, korcsoportban remélem, hogy valamit azért sikerül elérni. Uh -huh, de hát a profikhoz soha nem tudok felnőni, mert hát nagyon későn kezdtem el természetesen. A saját, azt gondolom, a saját magad elvárásait mindenképpen Tesszön, képes lehetsz igen. teljesíteni, és ahogy ezt hallottuk, ezek igen magasan vannak, ezek az elvárások. Daniel, fantasztikus a te példád, és nemcsak amiatt, ahonnan jöttél, hanem amilyen módon szemléled a világod és a saját teljesítményedet, úgyhogy szívből gratulálok, ha ezen a kiváló úton, most már egészségesen tovább. Köszönöm szépen, Köszönöm